kézműves programokkal, különböző játékokkal várták a kisgyermekes családokat a Pagony könyvesbolt fölötti Ökokuckóba a hétvégén. A Zöld Híd Alapítvány célja, hogy egészen kicsi kortól megismertesse a gyermekekkel a környezetvédelmet és ennek fontosságát. 2004-ben Berec Ági akkori kolléganőnk hozta létre az Ökokuckót, ez egy környezetvédelmi oktatóterem, ahol interaktív, forgatható és nyomógombos játéktáblákkal várjuk a gyerekeket. Alapvetően óvodai csoportok és iskolai osztályok jönnek hozzánk hétköznap, és akkor ez egészül ki még a hétvégén különböző családi programokkal. A 70 négyzetméteres interaktív környezetvédelmi oktatóteremben a 20 éves jubileum alkalmából különleges programokkal készültek. Most a Tanulóváros Fesztiválhoz kapcsolódva egyszerre vagyunk jelen a Széchenyi téren szabadtéri standdal, és akkor emellett eljöhetnek hozzánk az Ökokuckóba is. Itt most ökokitűzőt készítettünk, illetve fürdősót lehetett összeállítani, meg különböző papíralkotásokkal vártuk a családokat, kifejezetten a mobilitási héthez kapcsolódóan az autómentes napjegyében. Az alapítvány a tanítás mellett zöld óvoda mentorálási tevékenységet is biztosít Baranya, Somogy és Tolna vármegye intézményei számára.